A férfit és 20 elítélt társát hétfőn a Jásznagykun-Szolnok megyei BV intézet szolnoki épületéből 4 fegyőr szállította a budapesti fegyház és börtönbe. A rabszállító tehergépkocsi Ceglét közelébe érve az útfelújítás miatt lassított. Ekkor a gépjármű hátsó részében elhelyezett társához bilincselt férfi a kezéről a bilincset levette, majd a hátsó ablak biztonsági rácsát lefeszítette. Az ablak üvegét kirúgta, és a lassan haladó járműből kiugrott, megszökött. Az elítéltet 150-en keresték, BV dolgozók és rendőrök, helikopterrel, drónnal és kutyával. A Büntetés Végrehajtási Intézet emberei hétfőn délután Cegléden a Szolnoki úton fogták el. Ma pedig kiemelt biztonsági intézkedések mellett kísérték a bíróságra. A ceglédi járási ügyészség gyorsított eljárásban 3 napon belül állított a bíróság elé a férfit. E bűncselekmény vonatkozásában feltétlenül szükségesnek tartom rögzíteni, hogy Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy az ügyészség feladata az állam büntető igényének érvényesítése. Ez a kötelezettségünk azonban nem csak a bűncselekmény felderítéséig, a jogerős döntések eléréséig tart. Az állam ezen büntetőigénye kiterjed a büntetés végrehajtásra is. A büntetés végrehajtás elsődleges célja a kiszabott joghátrány érvényesítése, továbbá, hogy elősegítse az elítéltek társadalmi beilleszkedését, valamint a jövőbeni jogkövető magatartás kialakítását. A jogalkotó abból indul ki, hogy az elítéltek alávetik magukat a büntetés végrehajtás rendjének. Az ő céljuk is, hogy a jövőben jogkövető állampolgárként éljék az életüket. Ebben az esetben viszont a vádlott tudatosan szembeszegült a végrehajtás rendjével, emelte ki az ügyész. Azonban a járásbíróság ma meghozandó ítélete egyben üzenet is annak a jelenleg büntetés végrehajtásban lévő több mint 18 ezer elítéltnek, hogy az állam szigorúan fellép azokkal szemben, akik nem hajlandók részt venni a büntetés végrehajtás rendjében. Ezen jogalkotó igény ott is megnyilvánul, hogy a büntető törvénykönyv különös részi fejezetében külön önálló tényezőként szabályozzák a fogolyszökés büntettét. A vádlott ráadásul többszörös visszaeső éppen megkezdte 2 év 6 hónap fegyházbüntetését, és további 2 év 8 hónap fegyház letöltése is vár rá, valamint több büntető eljárás is folyamatban van ellene. Vagyis a kiszabható büntetés legkisebb mértéke is több mint 2 év ebben az esetben. Enyhítő körülményeket nem talált, azon kívül, hogy beismerte a tettét, tehát olyan ok nem merült fel, ami alapján a bíróság a 2 év 4 hónap 15 nap alá mehetett volna. Sőt, a súlyosító körülmények még abba az irányba mutattak, hogy a bíróságnak ezt a 2 év 4 hónap 15 napot inkább emelnie kell ahhoz, hogy a büntetési célok magával szemben a jövőben érvényesüljenek, tehát hogy visszatartsa magát a jövőben újabb bűncselekmény elkövetésétől. Így határoztuk meg a 2 év 6 hónapot. A ceglédi járásbíróság tehát a vádlottat 2 év és 6 hónap fegyházban letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítélte. Az ügyészség az ítéletet elfogadta, a védelem enyhítésért fellebbezett. Az ítélet nem jogerős.